Jó estét kívánok, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora április 3-án hétfőn. Új református templom épült Kisvárdán, bemutatjuk önöknek hamarosan az épületet és a gyülekezetet is, de más témákkal is készültünk ma, nézzük a kínálatot. Tavaszi fagy, hó és dér csípte meg a gyümölcsfákat, de még nagy baj nincs. Fejlődő Nagykáló, elfogadták a város idei költségvetését. Húsvéti ajándék, új református templom épült Kisvárdán. Biztos működést és a lehetőséghez mért beruházásokat tartalmaz Nagykáló 2023-as költségvetése. A részletekről Horváth Tibor polgármestert kérdezem, jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét, köszönöm a meghívást. Először akkor beszéljünk a számokról, a piszkos anyagiakról, mekkora a főszege Nagykáló költségvetésének, és milyen elemeket, főbelemeket tartalmaz? Ugye... Mondhatom azt, hogy szerencsés helyzetben vagyunk olyan szempontból, hogy vannak még mozgó tételeink, amik elsősorban ugye pályázati forrásokat jelentenek, de nagyságrendileg mondhatom, hogy egy 3 milliárd környéki főszegről beszélhetünk ebben az évben is. Ugye részben kell az intézmények működtetésére fordítani, az önkormányzat működtetésére, de kell, hogy legyen pénz forrásokhoz is, beruházásokhoz is, önerőhöz is kell. Kezdjük először a működést. Ugye a tavalyi évben senki nem számított rá, de ősszel ugye óriási energiaválság volt, hatalmas számlák keletkeztek a családoknál és az önkormányzatoknál is. Az idei évre is áthúzódnak ezek a hatások. Itt mivel számol Nagykáló, hogyan sikerül ezt valahogy átvészelni, vagy terveznek energetikai jellegű korszerűsítéseket? Igen, megint csak mondhatom, hogy szerencsés helyzetben vagyunk. Egyébként a költségvetés elfogadása óta is már alakultak pozitívan számunkra dolgok. Ilyen például normatív támogatás kiegészítések, amit az állam ugye folyamatosan vizsgál és pótolja a fedezetlen költségeinket, vagy legalábbis egy részét. Úgyhogy én azt gondolom, hogy maga az intézményeinknek a stabil működése az egy pillanatig sem forgott kétségben. Minden intézményünknek stabil a működése, sőt én azt gondolom, hogy a tavalyi évek által, vagy a tavalyi években elvégzett energetikai korszerűsítéseknek köszönhetően relatíve költséghatékonyan tudunk működni, így idén még biztos, hogy fogunk tudni ezeknek a céloknak a továbbfejlesztésére fordítani év végén. Ugye maga a polgármesteri hivatal működése, ami talán kevésbé jó színben tűnik fel, ott a legnagyobb a problémánk. Egyrészt ugye a bérnövekmény egy óriási számot eredményez nálunk, bár a évtizedek óta a legkisebb apparátussal most dolgozunk, 24 fő van a polgármesteri hivatal állományában, és mellette ugye a otthon babázó kolléginák vannak még állományban, de az ő nekik a bérnövekményük egy óriási összeg, illetve a rezsinövekmény egy hatalmas tételt tesz ki, aminek egyelőre fedezetét csak részben tudta az állam biztosítani. Vannak energetikai pályázataink, elnyert támogatásaink. Sajnos kicsit patthelyzetben vagyunk ebben a témában. Országgyűlési képviselő úrnak, sőt dr. Szabó Tündének is jeleztem már ezt, hogy ebben valahogy segítséget kérnénk, mert megrekedtünk, nem kapunk csatlakozási szerződéseket, pedig polgármesteri hivatal, nagykonyhánkat, óvodaépületünket tudnánk napelemes rendszerrel támogatni, és a gazdaságos működését még inkább elősegíteni. Bízunk benne, hogy azért ebben az évben meg fognak tudni ezek valósulni. Azt lehet tudni, hogy januárban, amikor döntött a kormányzat arról, hogy a önkormányzatok kapnak segítséget a rezsiszámlák kifizetéséhez, Nagykáló mennyi összeghez jutott hozzá?
És ez mire elég? Kicsit, igen. Évvége felé már ugye lehetett hallani híreket, sőt, már előzetes számokat is, akkor még 90 millió forint környékéről számolhatott a város. Sajnos a valóság ettől egy kicsit messze került. Így is hálásak vagyunk, egy nagyságrendileg 45 millió forintot tesz ki ez az összeg, bár... Nyilván a 90-nek jobban örültünk volna, de nem vagyunk hálátlanok. Ami egy kicsit nehézség ebben, hogy ugye célzottan kaptuk meg ezeket a finanszírozásokat. Egyrészt a közvilágítás biztosítására, ami fel is fog emészteni. Másrészt viszont intézményi, pont az óvodánknak az energia költségeire, ahol mi tavaly a fejlesztéseinknek köszönhetően valószínűleg meg lettünk volna enélkül. Sokkal nagyobb szükségünk lett volna a polgármesteri hivatal működésére például. Na de hát ez nem kívánság műsor. Ebből dolgozunk, abból főzünk, amink van. Számít arra egyébként, hogy évközben még lesz ilyen támogatás? Hallottam már más polgármestert, hogy abban bízik, hogy valamikor ősszel még egy újabb ilyen támogatás lehetséges. Hát erős lenne, ha azt mondanám, hogy ígéretet kaptunk, de valójában hír már van erről, hogy lehetséges, hogy ennek lesz egy második fordulója hasonló konstrukcióban. Én bízom benne, hogy a konstrukció nem lesz teljesen hasonló, mert valójában ezek az intézmények, vagy azok a célok, amikre kaptuk, azok köszönjük szépen megvannak. Ebben az évben azt gondolom, hogy nem lesz velük probléma már. Viszont vannak egyéb céljaink, egyéb helyek, ahova ezt a plusz támogatást el tudnánk költeni. De tényleg minden forint ajándék ebben a nehéz helyzetben. Akkor beszéljünk is a beruházásokról. Ebben az évben milyen fejlesztésekre terveznek, akár már olyat, ami el is indul a kivitelezés, vagy még csak a tervező asztalra kerülnek ezek az ötletek? Azt gondolom, hogy ugye a fejlesztéseknek ma már ugye minden önkormányzatnál itt a elsősorban a uniós forrásokra és a hazai forrásokra tudunk alapozni. Szerintem most meg már tényleg szinte mindegyik önkormányzat rákényszerül arra, hogy önköltséges beruházásokat nem nagyon végez. Van elnyert támogatásunk több, turisztikai jellegű, energetikai és egyéb útfejlesztés. Én azt gondolom, hogy nagyon tudatosan próbálunk tervezni. Előre haladott állapotban vagyunk mindennel, szeretnénk minél hamarabb elindulni az összes kiírást, közbeszerzést elkészíteni, hogy mi hamarabb ezek megvalósulhassanak, megelőzve azt, hogy esetlegesen tovább nőjenek az építőipari árak. De a tervezés viszont nagyon tudatos, és mindenféleképpen szeretnénk mindegyik fejlesztésünket a megadott pályázati forrás keretein belül tartani. Nem látjuk még, ugye ennek a top plusz időszaknak az elején vagyunk, és nem szeretnénk az első fecskék lenni, akik pénzért állnak sorban. Úgyhogy azt gondolom reálisan, és inkább egy kicsit túl árazva a vágyainkat fogunk tervezni, és nem szeretnénk, illetve nem is vagyok benne biztos, hogy tudnánk akár ehhez forrást biztosítani. Általában milyen önerővel lehet ezeket a egy nagykáló méretű városnál megvalósítani? Mindegyik pályázatunk 100%-ban támogatott, kivétel ez alól a nemzetközi források, de ott ezek lényegesen kisebb összegek, és nem is párosulnak infrastruktúrális vagy nagyobb fejlesztésekkel, hanem elsősorban szellemi tudást cserélődik, és azok a pályázatok erről szólnak. Ott jelentősebb, ott 15-20% önerő is kellhet egy-egy pályázathoz, de az összes többi pályázatunk az szerencsére 100%. Nyilván van egy-kettő olyan költség, amit az önkormányzatnak be kell vállalnia. Mi azért itt a tervezéseket idő előtt, mi már a pályázatok benyújtásakor a nagy részét elkészítettük előre, úgyhogy hát majd most utólag megtérülnek ezek a befektetések. Tudna néhány példát mondani, hogy milyen beruházásokra számíthatnak?
Van egy jelentős útfejlesztésünk, ez a Dózsa-György út, ami egy klasszikusan régi probléma a városnak. Egy hosszú útról, útszakaszról beszélünk, és elég bonyolult csatlakozási pontokkal. A egyik végén a MÁV-a közvetlen útkapcsolatunk, ez szerintem minden jártas hozzáértő ember ezt sokat elárul nekik, hogy ez mit jelent, ha problémákról beszélünk. Ez egy nagyságrendileg 200 millió forintos pályázat. Energetikai projektünk van kettő elnyert támogatás. Az egyik az öt helyszínen napelemek kivitelezését jelenti, ezeket nyertük el első körben, és sajnos nincsenek csatlakozási szerződéseink, illetve egy másik energetika, amit a második körben nyújtottunk be, ott pedig egy komplex felújításról beszélhetünk, ahol a rendőrség, gyerekorvos, fogorvosi rendelőknek az épület komplexuma újulhat meg. Itt ez egy komplex nyílászáró cserékkel, külső hőszigeteléssel és napelemekkel, illetve a fűtésrendszernek a korszerűsítésével. És a harmadik, ami azt gondolom, hogy a város életében eléggé meghatározó, az a turisztikai fejlesztésünk, itt pedig egy konzorcium tagjaként az önkormányzati cég, illetve egy nagykállói zsidó vallási egyesület konzorciuma nyerte el támogatási forrást, a mi részünk az a strandnak a fenntarthatóvá válásához szükséges fejlesztéseket tartalmazza. Hát akkor minden, az élet minden területét érinti. Hogyha valaki Nagykállóban jár, akkor látja, hogy egy olyan település, ahol nem csak lakni járnak oda az emberek, hanem valóban ott azért üzlet, vállalkozást követ. Hogyha például Nyíregyháza felől megyünk be, hogy áll a gazdaság a városban, ipari park, mire lehet számítani ebben az évben? Tudom, hogy egy kicsit szokták néha húzogatni a nagy testvér Nyíregyháza oroszlán bajszait, mert hogy nagyon sok vállalkozás inkább választja Nagykállót valami oknál fogva, és nem Nyíregyházán tervez. Én azt gondolom, hogy 2019 óta azt azért elmondhatjuk, hogy minden évben stabil gazdálkodás jellemezte a városunkat, és ebben az évben is így lesz, bár ez tény, hogy oda kell figyelnünk a költségeinkre. Ami ugye nagyon fontos mérő száma már, az az egyfőre eső iparűzési adó volumen, ez nálunk jelentősen emelkedik évről évre. Ennek már most a másik oldalán elértünk oda, hogy isszuk is a levét. Ugye vannak támogatás, például szociális támogatások, amik ennek az értéktől függően jelöli ki a minisztérium az összegét. Úgyhogy ott már ebben az évben buktunk 10 millió forintot, de azt gondolom, hogy ezek ez jó gondok. Igen, ez olyan gond, amit el tudunk viselni, és ez talán a leginkább annak köszönhető, hogy a Covid alatt nem roppant meg egyik cég sem olyan jelentősen a városban, illetve a másik az, hogy az ipari parkban elindul az élet, és ugye ebben a előző ciklus vége felé fontos döntések születtek, és ezáltal ugye a város tudott gazdálkodni már a területekkel, és ebben a ciklusban pedig felvállaltuk azt, hogy esetleg szóéri a ház elejét, és úgy tűnik, hogy ár alatt értékesítünk területeket, de ez kellett ahhoz, hogy jöjjenek a munkahelyek, jöjjenek ezek az üzemek, és valójában termeljenek. Most azt gondolom, hogy tavaly évben is többször volt kint a TV munkatársai, ugye különböző átadókon. Hamarosan lesz még egy lehetőség erre, és tárgyalunk most már, azt gondolom, hogy a maradék területeinkre komolyabb nagy befektetőkkel is. Nem kizárt célunk az, hogy azért egy kicsit a BMW-hez kapcsolódó hype vonatra egy kicsit felüljünk, és be tudjunk csatlakozni mi is. Ugye ennek az autóipari beszállítónak ugye a nagy varázsa azért az a 20-25 éves tervezhető fix működés. Szeretnénk ebből részesedni, úgyhogy ezt a utat is járjuk, próbálunk mozgolódni, és azt gondolom, hogy reális esély van. Ugye Nyíregyházáról, akik kijönnek, ők
Ők azért nem hiszem, hogy megviseli Nyíregyházát, mert elsősorban olyan cégek, akik bérleményben dolgoztak, és reális áron szeretnék a sajátjukat megépíteni, elsősorban ők találnak nálunk új helyet, új otthont, de mi meg nagyon hálásak vagyunk érte, és nekünk a sok kicsi sokra megy alapon, mindenki nagyon fontos. Még egy rövid kérdés, ha már turisztikáról szóba került, nyáron mivel várják a látogatókat, meg a helyieket? Van-e valami olyan program, amire felhívná a figyelmet? Igen, próbáltuk reálisan növelni az idén a kulturális programjainkra fordított összegünket, úgyhogy visszatér a klasszikus majálisunk a május 1-én a Harangot területére, illetve ugye évről évre a legnagyobb rendezvényünk az a Lecsó Fesztivál, szintén a Harangot területén, azt már hamarosan azt gondolom, hogy publikálni is fogjuk, ugye a nagy fellépőnk úgymond lekötésre került, megállapodtunk, úgyhogy egy jubileumi koncert sorozat része lesz végül is a Lecsó Fesztivál, úgyhogy és emellett pedig a klasszikus augusztus 20-án is várunk sok szeretettel mindenkit a város főterére, ahol a Mandala fog egy nagyon színvonalas történelmi kitekintés a színpadra megjeleníteni, úgyhogy várunk minden hozzánk érkezőt, illetve a kulturális élet iránt kíváncsiskodókat és elhivatottakat pedig várjuk a Téka táborra, ugyanúgy július utolsó hetében, mint minden évben, kicsit emelkedett jegyárakkal, de hát ez azt gondolom, hogy már idén nem fog senkit meglepni, de hasonlóan meleg szívvel és sok-sok újdonsággal várjuk a kilátogatókat. Polgármesternek köszönöm szépen, hogy vendégünk volt, hát várjuk vissza máskor is. Köszönöm, hogy köszönöm a meghívást. Lassan már meg sem lepődünk azon, hogy március végén visszaköszön a tél, így volt ez idén is, egy hete még hó is nagy pelyhekben esett a vármegye több pontján. Milyen hatása volt a tavaszi fagy a gyümölcsfákra? Apáti Ferencet, a Fruit Web szakmaközi szervezet elnökét hívtuk fel telefonon. Január végén metszették az almafákat ebben a nagykáló melletti gyümölcsösben. A szokatlanul enyhe tél miatt hamarabb indul meg a rizsfakadás. Március végén viszont visszaköszönt a tél. A múlt héten kedden nagy pelyhekben hullott a hó, és napokig fagypont alatti éjszakai hőmérsékleteket mértek. Sajnos azt látjuk, hogy az időjárás a történelem mintájára ismétli önmagát. Az elmúlt években gyakori tapasztalat, hogy a tél az egészen enyhe tavaszias időjárással telik, majd március és április folyamán időnként, általában két hetes ciklusokban, visszaköszön a tél. És ez egy borzasztóan rendellenes állapot, és értelemszerűen a virágzó vagy virágzás előtt álló gyümölcskultúrák számára kifejezetten káros. A szakember szerint a múlt heti fagy miatt lehetséges, hogy a korai hazai kajszi és őszi barack ellátásban majd júniusban gondok lehetnek, de most még a kár pontos mennyiségét nem lehet megbecsülni. Az elmúlt napokban március végén betörő sarkvidéki eredetű hidegfront nyomán kialakult Észak-Kelet Magyarországon, Szabolcs megyében két fagyos éjszaka. A legmélyebb hőmérsékletek a -5-6 fok magasságában voltak, de talán azt lehet mondani, hogy megyei átlagban mindkét éjszaka -3-4 fok között volt az átlag hőmérséklet. Az látszik, hogy a virágzó kultúrákban, ez most elsősorban a kajszibarack és az őszibarack, már okozott olyan mértékű károkat, hogy valamennyi terméskieséssel kell vagy lehet számítani, de úgy tűnik, hogy még a virágzó kultúrákban sem drasztikus mértékűek ezek a terméskiesések. Leginkább a virágzásban előrébb járó és általában korábban érő fajtáknál látszanak jelentősebb károk, amiből azt a következtetést lehet levonni, hogy a júniusi, tehát a szezon elejei kajszi és őszi barack ellátásunkban lesz majd valamennyi hiány, de nem tűnik, hangsúlyozom, nem tűnik drasztikus mértékűnek. Más gyümölcsfák esetében viszont szinte biztosan nem okozott gondot a hideg. A virágzás előtt álló kultúrákban, ilyen jelen pillanatban Szabolcs megyében a szilva, a cseresznye, a körte és az alma is, de még ide sorolható a medgy is.
-3-4 fokig különösebb károk nem keretkeztek, ezt még a virágzás előtt néhány nappal vagy egy-két héttel álló kultúrák el tudták viselni. Ahol lokálisan ennél hidegebbek, -5-6 fok vagy akár az alatti hőmérséklet alakult ki, ott valószínűsíthető, hogy bizonyos mértékű virágkárok már a virágzás előtti kultúrákban is lesznek, de azt terméskárra, termés kiesésre átváltani jelen pillanatban még lehetetlen. Összefoglalva azt lehet mondani, hogy a kajszi és őszi baraszk esetében, amelyek már virágzásban vannak, látszanak főleg a korai fajtáknál termés kiesést is maguk után húzó károk, de összességében még a kajszi és az őszi baraszk esetében sincs drasztikus terméskiesésről szó, a többi gyümölcsfaj esetében pedig jelen pillanatban nagy katasztrófát nem látunk, még akkor sem, ha valamilyen mértékű virágkárok már mérhetők, tapasztalhatók. Fel kell viszont arra hívni a figyelmet, hogy május közepéig még bármikor lehet hasonló mértékű, vagy akár ennél nagyobb mértékű lehűlés, tehát azt, hogy a tavaszt milyen mértékű fagykárokkal éljük túl, és ezáltal milyen termés prognosztizálható, azt leghamarabb május közepén szabad, illetve tudjuk csak értékelni. Ugyan hó is esett a múlt héten, de ez nem ártott a gyümölcsfáknak. A havazás az egy látványos jelenség, abszolút télnek tűnő időjárást idéz, de önmagában, ami a gyümölcsfákat, a virágokat, a virágszerveket károsíthatja, az nem a hó, hanem a lehűlés. Tehát a komolyabb gondot nem a napközbeni havazás, hanem az éjszakai lehűlések okozták, illetve okozhatják. Apáti Ferenc felhívta a figyelmet arra, hogy áprilisban és főleg májusban még várható fagy, ami már jelentősebb kárt okozhat a gyümölcsösökben. Ennek ellenére most még a gazdálkodók bizakodhatnak az idei jó termésben. Húsvéti ajándékként új református templomot szenteltek fel Kisvárdán. Az épület egyesíti a tájba illő stílust a modernséggel. Nincs tornyában például harang, de harangszó igen. A templom lelkészét Karab Zoltán kérdezte a részletekről. 19 évvel ezelőtt alakítottak ki egy 50 fő befogadására alkalmas imaházat Kisvárda vasúton túli területén a Tátra utcában. Kormos Csaba lelkipásztor úgy fogalmazott, már azzal is egy régi álom vált valóra, de idővel megfogalmazódott az igény egy új templom építésére is. Régtől fogva vágya volt az itt élőknek, hogy ne kelljen a belvárosi templomban közel 3 kilométer gyalogosan vagy kerékpárosan közlekedni az istentiszteleti alkalmakra, még abban az időszakban, amikor a felüljáró nem készült el, akár vállalva, hogy hosszú időt várakoznak, sorompó előtt állva, nehezen eljutva pontosan az istentiszteletek helyszínére. Tehát, hogy itt ebben a városrészben is legyen egy olyan istentiszteleti helyszín, ahol ők külön bibliórára, a vasárnapi istentiszteleti alkalmakra összegyülekezhetnek. 19 évvel ezelőtt ezt a kérést meghallva az egyházközség megvásárolt itt egy családi házat, amelyet imaházzá alakítottak át, és attól kezdődően ebben az imaházban zajlottak az istentiszteleti alkalmak, bibliórák, más gyülekezeti programok, rendezvények. De ennek korlátozott a befogadó képessége, hiszen maximum 50 fő fér el ebben a gyülekezeti teremben. Ezért ezt követően megfogalmazódott az a vágy, hogy ezen a területen is legyen templomuk, és Istennek legyen hála, ma már itt állhatunk ebben a templomban, amely megépülhetett e hónap március 26-án dr. Fekete Károly püspök úr, Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke felszentelte a templomot. A templom a Tiszántúli Református Egyházkerület templomépítési programja segítségével 70 millió forint támogatásban részesült. Ezt az egyházkerület az Emberi Erőforrások Minisztériumától hazai forrásból kapta templomfelújításokra, templomépítésekre, gyülekezeti ház felújításokra, egyházi épített örökség védelmére. Ebben lett kedvezményezett a kisvárdai gyülekezet. Emellé a gyülekezetnek az első 80%-os ütem elkészültéig még 21 millió forint támogatást kellett mellé tennie önerőből, hiszen a 80%-os készültség 81 millió forintba került. Ezt követően a Magyarországi Református Egyház zsinata minden évben az október utolsó vasárnapi persely pénzét fölajánlja egy olyan templom építésére,
amely egyházkerületenként új templomként épül meg. 2021-ben a kisvárdai kertvárosi templom itt a Tátra utcán lett a kedvezményezett, így a Magyarországi Református Egyház gyülekezetei több mint 26 millió forinttal támogatták ennek a templomnak a megépülését. Ehhez párosult még egy német alapítvány, a Gustav Adorf Werk alapítványnak 9 millió forintos támogatása, így a második ütem is elkészülhetett. A további szükséges munkálatokra pedig a gyülekezet önrészt ajánlott fel, illetve vállalt be, hogy a templom elkészülhessen. Összesen 134 millió forintba került a templom a befejezésig. A templom stílusjegyeit tekintve hordozza a szabolcs-beregi, akár szatmári-beregi templomoknak az építészeti jegyeit, mégis egy modern stílusban jelenik ez meg. Továbbá pedig a templomban található irodahelyiség is, illetve illemhelyek, amely ma a 21. században a régi templomokba belépve nem látható és nem található. Ugye ezért mondjuk azt, hogy némileg a klasszikus elemek megjelennek, építészeti elemek a templomban, viszont a 21. századi igényekhez és követelményekhez a templom mindenféleképpen alkalmazkodik, már csak abból a célból is, hogy az itt élő közösség ezt követően, hogy felszentelésre került a templom, teljes mértékben ezt az istentiszteleti helyszínt szeretné használni istentiszteletekre, bibliaórákra, közösségi alkalmakra. A templomba 130-an férnek be, és akkor már elég zsúfoltan vagyunk, de örülnénk, hogyha minden vasárnap azt tudnánk mondani, hogy szükséges behozni pótszékeket. Hála Istennek itt a Vasoton túli térségben sok református él. Bízunk benne, hogy akik eddig is keresték a gyülekezettel való közösség lehetőségeket, azok ezt követően is fogják, sőt, az új templomnak a híre eljut minél többekhez, és vágyat fognak érezni arra, hogy eljöjjenek az istentiszteletre, részt vegyenek a gyülekezeti közösségben. Már a belvárosi templomban is kivetítők segítségével tudjuk akár az énekeket kivetíteni, de lehetőség van az ige hirdetőnek arra is, hogy a szolgálata közben akár képek, vagy éppen egy videóbejátszás segítségével erősítse meg azt az igei üzenetet, amelyet az Úristen ő rábízott. Ezt nem szerettük volna a Tátra utcai templomból sem kihagyni, tehát két televízió segítségével tudjuk az énekek szövegét kivetíteni, illetve magát az énekrendet is megjeleníteni, illetve bármilyen multimédia ezek segítségével lejátszható. Elkészült a templomnak a hangosítása, mind a szószéken, mind az úrasztalán, illetve a karzaton helyet foglaló kántor is kapott egy mikrofont, amelyben vezetheti a gyülekezet énekét. Jelenleg egy elektromos zongoránk van, amely orgona funkcióval is rendelkezik. Ez összeköttetésben áll a templom hangosítási rendszerével, tehát a hallhatóság szempontjából egy különös élmény az, amikor az orgona kíséret megjelenik a templomban, de ez nem egy épített orgonáról történik meg, hanem a hangosítási rendszeren keresztül. Ha lehetőségünk lesz rá, a karzat kialakítása alkalmas erre, akkor szeretnénk egy orgonát is elhelyezni a templomban, ez majd a távlati jövőnek a terve. A templomban padlófűtés került kiépítésre, hőszivattyús rendszer segítségével biztosítjuk a meleget. A szószék és az úrasztala, amely elkészült, az részben adományból valósult meg. Az adomány pedig nem egy pénzbeni támogatás volt, hanem maga a faanyag. Az egyik presbiterünk adományozta a faanyagot, és az asztalos ebből készítette el az úrasztalát és a szószéket. Azért különleges, mert szibériai fekete tölgy alapanyagból készült mind a szószék, mind az úrasztala. Nem igazán elterjedt ez Magyarországon, ez az anyag, amiből dolgozni szoktak. Ez most számunkra különleges, és hálásak vagyunk ezért az adományért. A székek a egyházközség egy másik helyszínéről, a Calvin konferencia teremből kerültek most áthelyezésre ide a templomba.
ideiglenes megoldásként, viszont a gyülekezeti tagok, akik ezt látták, hogy mennyire harmonizál a templom belsővel a székeknek így módon való elhelyezése, már egyre inkább jelzik azt, hogy jó lesz ez végleges megoldásnak. A templom érdekessége, hogy a harangtoronyban nincs valódi harang, ehelyett más modern templomokhoz hasonlóan hangfalakból szól, CD-ről a harangozás, amely tehát nem átmeneti megoldás, hanem eredetileg is így elektromos működtetéssel álmodta meg a tervező és a kivitelező. Kormos Csaba úgy fogalmazott, a tervek szerint nem csak istentiszteleti alkalmaknak, de különböző kulturális közösségi eseményeknek is otthont ad majd a templom. Eddig tartott ma 35 perc, legközelebb szerdán várjuk Önöket, amikor vendégünk lesz Nyíregyháza rendőrkapitánya. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!